Az este egyik előadó pedig Rubén Tamás lesz. Kinek van két haigja? Ó, ők fizetik a sörüket az előadás után. Sziasztok! Második alkalommal vagyok itt, amikor először itt voltak, akkor még kicsit új volt a dolog, azt hiszem, hogy akkor még nem jelentkeztek volna ennyien, de akik akkor jelentkeztek volna, azok most sokkal jobban mosolyognának. Az előadásom témája, ha már ilyen szerencsét van, hogy nekünk adatok bitcoin, akkor hogyan védjük meg. És nem annyira konkrét tanácsokat szeretnék osztogatni, hanem arról szeretnék beszélni, hogy milyen fenyegetései vannak a bitcoinnak. A fenyegetés az alapvetően abból jön, hogy a bitcoin az nem ez. Ugyanis a bitcoin az nem egy fizikai tárgy, az ugyan nagyon jól néz ki, de mivel ez egy információ, ezért egészen más fenyegetései vannak. Véletlenül el lehet veszíteni, úgy, hogy egy bekapot elveszítek, el lehet lopni, valaki át is verhet valamilyen sémával, illetve a bitcoin használatákkor gondolkodni kell arról is, hogy képkedni lehet a pénzügyi tranzakciói után. A véletlen átadással kapcsolatban megemlítenék egy érdekes sztorit, mivel a bitcoin gyakorlatilag egy információ, amit bármire rátehetek, az egyik népszerű tárolási formája egy QR kódba kinyomtatni azt a privát kulcsot, ami egy bitcoin balance-t mozgatni tud. Egy amerikai karácsony előtt sugárzott tévéadásban ajándékozta az egyik moderátor a másiknak egy ilyen frissen vásárolt bitcoint egy paper bitcoinnak, míg a másik nagy boldogsággal fölmutatta azt a kamerának. Ennek az eredménye az volt, hogy néhány másodpercen belül a tévéről leszkennelve valaki ellopta a bitcoinját. De ez egy nagyon jó dolog volt, mert ezzel megtanították a nézőknek egy nagyon érdekes lekciót, méghozzá azt, hogy a bitcoin minden másolata is épp olyan jó, mint az eredetje, mert hát egy digitális információ. Ha valaki fizikális bitcoint akar tárolni, akkor azt javaslom, hogy ne ilyen nyílt formában, hanem inkább a másik oldalon, amit én is forgalmazok. Még alatt a bitcoin minden másolata maga is ugyanolyan jó, ezért van komoly problémák a bekapval kapcsolatban. Ugyan, ha nem akarjuk elveszteni a bitcoint, akkor ugye szeretnénk bekapot csinálni. De mivel minden bekap ugyanolyan jó, mint az eredeti, ezt valahogy másképp kell csinálni, mint ezt szoktuk. Erre a legajánlatosabb megoldás az, amit mi használunk az egyik tőzsdén, amit építünk, ahol a titkos kulcsot az úgynevezett Shamir Secretier algoritmussal szétválasztjuk több darabra, és mondjuk 5 darabból 3 szükséges ahhoz, hogy összerakd azt a titkos kulcsot, amit gyakorlatilag a bitcoin kontrollálja. A másik érdekes dolog, hogy ha több bitcoin kulcsot szeretném használni, mert minden értelmes alkalmazásban erről van szó, akkor ezeket a kulcsokat célszerű egy determinisztikus algoritmussal levezetni egy közös szintből. Ennek az az előnye, hogy csak ez az egyetlen szint, ez az, amit meg kell őrizni, az összes többit bármikor elő lehet állítani. A lopás egy komoly probléma. Lopni a bitcoin nem csak akkor lehet, hogyha fizikálisan ott van előtted, hanem akkor is, hogy csak megtalálom a kulcsát. Amit elsőként mindenkit óvni szeretnék, ami egy kezdőhiba, van egy nagyon népszerű oldal, úgy hívják, hogy Brain Wallet, ahol az ember bead egy jelszót, és akkor annak a jelszónak egy hash-e lesz a bitcoin kulcsa, mert ezt ne csináljátok, mert a mai bányászati technológia sebessége borzasztó. De szerintem percekbe telik, de minden angol szó meg 5 bitcoin azonban lehet még. A másik nagyon veszélyes forrás, amit Snowdennek köszönhetően most már komolyan veszünk, az, hogy mindenben hiba van. Augusztusban történt, és még hozzá akarattal is esetleg, augusztusban történt az, hogy összességében 55 bitcoin tűnt el több tűz felhasználó Android walletjéről, ugyanis a Google az Android véletlenszám generátorában egy hibát vétett, ami által gyakorlatilag ezek a véletlenszámok nem véletlenek voltak igazán. Mivel ez a véletlen számgenerátor mindenben használt, az SSL kapcsolatban is, a többiben fölmerül a kérdés, hogy valóban véletlen volt, ahogy ez nem véletlen, hogy nem véletlen volt. Olyan adnék ebből a szempontból a jövőbe mutató megoldásokat, mint például a Trezor Wallet-et ott lent, ami egy Harvard-be tárolja a bitcoin kulcsot,
aminek az az előnye, hogy ezt a kulcsot abból a kis eszközből nem lehet kivonni, hanem az a kis eszköz írja alá a tranzakciókat. Ez a eszköz, ez a háttérszolgáltatást is csináljuk. Ha mindenáron brainwallet-et akartok használni, akkor ezt fordítva ajánlom, tehát először állítsátok elő egy véletlenszámot, és azt a véletlenszámot kódoljátok át valamilyen dictionary alapján egy mondatba, amit meg lehet jegyezni, mint fordítva. Átverések ellen azt tudom javasolni, hogy a bitcoinnak nagyon nagyon jó tulajdonsága, hogy auditálni lehet kívülről a számlákat. Tehát, hogy én ismerek egy bitcoin címet, akkor tudom követni, hogy azon túl előképpen mi történik. Nagyon jó példa erre a most Frankfurtban rendezendő bitcoin 1000 dollár parti, amit azért fogunk ünnepelni 1000 dollárt a bitcoin. Ennél a partinál a parti belépő jegyét egy adott címre gyűjtjük, ami ezáltal mindenki által auditálható, hogy valóban a belépőjegyeket megvették, és a belépőjegyek elköltése tényleg a parti céljára történt. Utolsóként még a kémkedést megemlíteném, ennek érdekes visszaütője, hogy a bitcoin rendszerben a kémekkel is lehet kémkedni. A jobb oldali képen az FBI-nak a bitcoin számláját látjátok, amit a Silk Road-ról lefoglalt. Ennyi, köszönöm, kiutottam az időből, hogy kérdéseket foglalkozom. Bitcoinnak pont az az értelme, hogy az ember saját kontrollba tartja a pénzét. Kényelmesen is összeget használni. Amiket ők használnak, az általában szimplán tárolják a privát kulcsot az ő oldalon. Legfeljebb az intelligensebbek vagy a jobbik, azoknak már egy felosztásuk, egy hat walletre és egy cold walletre, tehát egy részét a tárolt összegnek átutalják valami paperre, ami éppen nem kell a kifizetésekhez. Ma viszont már indulás előtt vannak olyan szolgáltatók, több olyan ismerősöm, aki ezen dolgozik, olyan szolgáltatások, amelyek megosztják a tulajdont a kezelő és az operátor között, tehát Multisignature van egy azon a bitcoin címen, illetve amit az előbb említettem, ez a Trezor Wallet, ez az első olyan wallet, amelyik egy weboldalon keresztül kezelve ad neked egyfajta online banking érzést, de a kulcsokat gyakorlatilag egy külön kis USB device-n tartott. Második világháború alatt Hitler úgy próbálta a nyugatkapalmakat tényleg részvételi, hogy rengeteg dollárt nyomtatni, és ezáltal olyan inflációkat ott nyomja össze, amit a bitcoinnál nincs meg ez a veszély, hogy túl sokat csinál belőle egy terrorista csoport, és elérték bennük az egész. Nem, a bitcoin előállításának a sebessége az algoritmusban kódolt, és mindenki ugyanazt az algoritmust mutatja, aki nem, az kiesik a hálózatból. Tehát ez a fajta, tehát nincs hamis bitcoin, és nem lehet több bitcoin. És azon, amikor megszűnik egy szolgáltató, aki hamisabb bitcoin-t. Ha valaki elveszít egy kulcsot, ami... Most a kérdés az, hogy kinek a tulajdonában volt az a kulcs, ami azt a bitcoin balance tárolja. Ha a szolgáltató tulajdonában volt, akkor nagy valószínűséggel a szolgáltató ugyan eltűnik, de a bitcoin valaki nem lesz. Hát ez nem tudja, hogy bitcoin nem tűnik el. Tehát ma is megvan minden bitcoin. Ezt szokták azt mondani, hogy a pénzed nem tűnt el, csak valaki másnál van. Volt egy korábbi olyan javaslat, hogy egy olyan gépen, ami offline, olyanon tároljuk a bitcoin. Ez mondjuk a számítógépnek a biztonságossága, tehát hogy megsérül a hardware és elveszik azon kívül, tehát amit lehet javítani, bekapta és a többi. Ez mennyire biztonságos? Vannak-e még egyéb kockázatai?
offline számítógépen ugyan lehet tárolni bitcoint, de ahhoz, hogy egy tranzakciót végrehajtsa, ahhoz be kell hozni ezt a tranzakciót a hálózatba. Amit egy ilyen környezetben, egy nagyon nagy biztonsági környezetben meg lehet csinálni, az az, hogy a tranzakciót egy offline számítógépen írod alá, és már az aláírt tranzakciót viszed át a hálózatba. Ez teljesen kezelhető, de ma még elég macerás, mert ez még nincsenek jó eszközök, aki ért hozzá, meg tudja csinálni. Utolsó kérdés. Szerintem milyen módszer a legbiztonságosabb, a legkönnyebb és a bitcoin nincs? Bitcoin az vásárolni. Ja, kell.